Új humán bizottsági tagot választott a Tolnai képviselőtestület, így Sziláki Jánost Frankowski-né Komlósi Rita váltja le. Többek között erről döntött legutóbbi ülésén a városvezetés. Nagyon örülök, hogy sikerült egy ilyen remek embert találnunk. A városban gyakorlatilag mindenki ismeri a Ritát. Nagyon sok pedagógus van, jelenleg a bizottságban van egy házi orvos is, és most azt gondoltuk, hogy egy humán területhez kapcsolódó vállalkozói szférából jövő bizottsági tagot választottunk, úgyhogy nagyon örülünk, hogy elfogadta a felkérést, és le is tette mindjárt a testületi ülésen az esküt, úgyhogy gyakorlatilag már a humán bizottság tagja Rita. A Peszófer Ágnes polgármester elmondta, hogy az egyik legfontosabb napirendi pontot is elfogadták, a városfejlesztési programtervet. Nagyon sok beszámolót fogadtunk el a testület ülésen, a családsegítő központ munkájáról, munkaerőpiaci helyzetről, de én azt gondolom, hogy a legjelentősebb, vagy az egyik legjelentősebb az az volt, hogy elfogadtuk a város TOPLUS városfejlesztési program tervét. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az a majdnem 4,5 milliárd forint, amit a Tolna városa a következő uniós ciklusban kapni fog. Ezeket a programokat nevesítettük. Az előző testületi ülésen a képviselőtestület elfogadta a fenntartható városfejlesztési stratégiát, és ebben a programtervben kerültek megnevezésre azok a programelemek, amivel azt a stratégiai célt el szeretnénk érni, amit abban megfogalmaztunk. Én azt gondolom, hogy a teljesség igénye nélkül gyakorlatilag intézmények fejlesztése, óvodaudvarok fejlesztése, családsegítőközpont fejlesztése, Dunapart további fejlesztése, városközpont rehabilitáció, ami ugyan, ahol jelen pillanatban vagyunk a Városházán. Ugye jó néhány évvel ezelőtt itt is volt egy városrehabilitáció, de most gyakorlatilag a buszmegálló környékén és az 51-12-es út, tehát egész Mözsig szeretnénk a buszmegállókat és azok környékét felújítani, valamint a Szent István teret. Én azt gondolom, hogy az is egy központi része a városnak, tehát nagyon fontos célkitűzés az is, hogy minden ilyen jelentős közpark és annak környezete meg tudjon újulni. Továbbá utak építését és felújítását is tervezi az önkormányzat, illetve a csapadékvíz elvezetését is szeretnék megoldani. Ami nagyon-nagyon fontos programeleme is várhatóan egy viszonylag nagy összegű projekt lesz az a csapadékvíz elvezetésnek a problémája, tehát ezt kell megoldanunk, ez most már égetően szükséges, hiszen ugyan kevés a csapadék, de amikor esik, akkor egyszerre nagy mennyiségben van a közterületeken a csapadékvíz, és ezt a problémát is igyekszünk ezzel orvosolni. Aztán döntött a képviselőtestület arról is, hogy egy iparterületi utat felújít. Ez vállalkozóknak volt a kérése, és gyakorlatilag a város hatos út felüli részének a kerékpár útja is elég jól megrongálódott, úgyhogy ezt megterveztettük, és most befejeződött a beszerzési eljárás, és egy majdnem 14 millió forintos összegét vállalt el egy kivitelező, és remélem, hogy minél előbb át tudják venni a munkaterületet, és hamarosan az az útszakasz is meg tud újulni. A jövőbeni bölcsödével kapcsolatban pedig két döntés született. Az egyik, hogy önálló intézményként fog működni. Két alternatíva volt, vagy az óvodához kapcsoló vagy tagintézményként fog működni a bölcsöde, de azt gondoltuk, hogy csupán anyagi oka nem lehet annak, hogy külön működjön. Szakmailag sokkal jobban indokolt az, hogy önálló intézmény legyen, úgyhogy erről is döntött a képviselőtestület, és sajnálatosan arról is döntenünk kellett, hogy meghosszabbítottuk a bölcsöde, vagy a bölcsödét építő vállalkozóval a szerződést, hiszen az építőiparban olyan alapanyag hiány van, vagy építőanyag hiány van, hogy egész egyszerűen nem tudta befejezni, vagy nem tudja befejezni határidőre. Úgyhogy most arról döntöttünk, hogy legkésőbb október végéig kell befejezni a bölcsőde építését. Ez magát a projektet nem befolyásolja, hiszen az a projekt, ez még topos projektből valósul meg. Tehát gyakorlatilag a támogatási szerződésünkben 2023 tavasza a befejezés végső határideje, de hát én nagyon remélem, hogy októberben
maga a fizikai befejezés, tehát az épület fizikai befejezése meg tud valósulni, és akkor onnan nyilván mindenféle engedélyek beszerzése, intézmény alapítás következik, és én arra számítok, hogy a következő év elején meg tudja nyitni a kapuit a bölcsőde.